Ebben van a fúvóka. Amit a kémény talpára csatlakoztatunk. Épp a jégkármérséklő rendszer működését mutatja be stábunknak Hustyi Gábor, a bátaszéki generátor működtetője. A férfi 3 éve kezeli a védelmi rendszert. Úgy nyilatkozott, sok elfoglaltsággal jár, szinte mindig készenlétben kell állnia, de nyugdíjasként örül a tennivalónak. Az első évben ott sűrűbben volt. Ott volt olyan nap, hogy kétszer is el kellett indítani a délelőtti órákba, meg egyszer este is. Tavaly egy kicsit lazább volt, hogy így fejezzem ki magam, nem kellett olyan sűrűn, volt olyan hónap, hogy nem kellett elindítani. És ez az égés termék, ez meghol a légkörbe. Hazánk agrárgazdaságát jelentős mértékben befolyásolják a természeti jelenségek, köztük a jégeső is, ami több millió forintos kárt tud okozni egy-egy gazdának a termésében. Tolna megyében 2003 óta működik már ez a védelem, azonban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara néhány évvel ezelőtt kiépítette az egész országot lefedő jégkármérséklő rendszert, és 2018. május 1-e óta üzemelteti is azt. Európában egyedül Magyarországon van országos lefedettségű jégkármérséklő rendszer. Ezen az ábrán jól látható, hogy 2020-ban minimális jégeső sújtotta terület volt csak Tolna megyében. A mezőgazdasági területek mindössze 0,4%-át érte jégkár, ami 74 hektárt jelent. Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke elmondta, ez az elmúlt 10 év legalacsonyabb értéke. A talajgenerátoros jégeső elhárítás az preventív, tehát megelőző módon működik. A generátorok acetonos ezüstjoditot égetnek el, ami tulajdonképpen sem a természetre, sem az emberi egészségre egyáltalában nem ártalmas. A hatására viszont sok apró jégszemcse keletkezik a felhőben, és ideális esetben, mire ezek földet érnek, már el is olvadnak, és kárt azt nem okoznak. Országosan 986 ilyen generátor üzemel, amiből 37 van Tolna megyében, 10 kilométerekre egymástól elhelyezve. Ez a rendszer nem csak a mezőgazdasági területeket védi, hanem a lakossági ingóságokat és ingatlanokat is. Az idei védekezési időszak április 15-től szeptember 30-áig tart.